Jön évre év, megy napra nap, hullámra hullám változat, s te változatlan, végtelen, magadba nézel, mit terem, a benned alkotott idő. Jön évre év, megy napra nap, emberre ember változat, és mind sír. Fölöttem egy madár, tátongó szívében, szöges drót csőrében szalmaszál. Magamat ringatok, míg ülandol egy almafán, az Isten kertjében, almabort ihanál. A pillanatban, mi percé folyott, lásd meg a pillanatot, a méz ümmögésében a fullánkot, és a hóhidegében a melegítőt, a keringésben az állandóságot, és a múlásban a halhatatlanságot. És mindezt a mában, ha észreveszed, éled az életed. Vágtad még tovább veled az ében, az álmok foltos indián, tátos szíve meg a konyha kézsbe, talpam alatt sár és ingomár. Törött nászárával írok víz színére, hullámok hegyére. Meretten nézek a távolba, otthonom kőpokol, szilánkos mennyország, folyékony torz tükör, Szent János bogara, fényében. Ne mondd, hogy úgy is jó, ne mondd. Ne mondd, hogy mindegy, nem igaz. Napod ezer parancsot ont, s ha nem igyekszel, lemaradsz. Úgy is, semmi sem sikerül, ha minden mindegy, célt nem érsz. Csak sért úgy... Tükrökön túl fenn a felegekben, furujáját elejti egy angyalszány kígyó hűvölő. Lesznek rossz napok, megígérem, és a vonal is iszkol majd a szoruló tenyéren, ahogy a kezed közepére bújik. Ballagó diákok, tavaly még ti díszítettétek a termeket, folyosókat, ti gyűjtöttétek a virágokat, és ti vártátok a legjobban, hogy hazamehessetek. Most itt vagyunk újra, de ti álltok díszben, virágok, ajándékok között, és mi díszítjük a termeket, gyűjtjük a virágokat. Nektek szól a ballagási dal, értetek, öltöztünk fel ünneplő ruhánkba, és megteszünk mindent, hogy ez a ballagás emlékezetes, megható, mégis vidám legyen. Mikor utoljára végigvallagtatok a folyosón, talán eszetekbe jutott néhány mondat, amit tanáraink szájából gyakran hallhattatok. Mint például, ez egy intézmény. Kisfiam, ide nem melegedni jöttél. A csengő a tanárnak szól. Gyere ki, és tartsd meg helyettem az órát. Megszámlálhatatlanul sokszor. Akkor talán még kicsit mosolyogtatok is. És most talán szorongás fog el benneteket, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúzás az iskolától, egymástól, tanároktól, diáktársaitoktól. Mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltetek, tanultatok. És dolgoztatok az itt eltöltött 4, illetve 5 év alatt. Ez alatt kiismertetek mindent. Tisztában vagytok vele, melyik tanteremben melyik szék billeg, melyik táblán csikorog leginkább a kréta,
hol lehet észrevétlenül puskázni. Melyik teremre milyen padfirka jellemző, melyik ajtó van mindig nyitva, illetve zárva. Kezdetben nem lesz könnyű beilleszkedni az új környezetbe, de előbb-utóbb ott is tök felejthetetlen állomások. Emlékezetesek maradnak egész életünkben. Egy ilyen ünnepi esemény részesei vagyunk most. Az, hogy ez emlék, számotokra pozitív vagy negatív, felnéppen most tisztázódik bennetek, mikor itt álltok a nagybetűs élet kapujában, ahol az első lépcsőfok a sikeres érettségű, amelyhez kívánok sok sikert, és segítenek, és segíteni is fognak céljaitok elérésében. Azt mondják, hogy az emlék, a tudás, a megszerzett tapasztalat, az ember kincse, kiváltsága és megkülönböztető jegye. És ennek a kincsnek csak a kisebbik részét alkotja az, amit a múltból sikernek tartunk, amire büszkék lehetünk. A nagyobbik rész a helyett saját megoldásainkat kell mindig megtalálnunk. Haladunk, és közben folyamatosan változunk. Természetesen csak akkor változunk, ha merünk változni, ha nincs bennünk félelem. Félni persze nem csak az újtól változástól lehet. A félelem nagyon sokrétű tud lenni, sok területen megkeserítheti az életünket. Én az egyik legszörnyűbb dolognak tartom, ha valaki fél. Ha nem meri, vagy nincs lehetősége elmondani azt, amit gondol. Szerintem nincs alávalóbb támadás az emberi méltóság ellen, mint a félelem kiváltása. Mert a félelmek meggátolnak abban, hogy önmagunk legyünk, és ezzel elveszítjük a szabadságunkat. Ne engedjétek, hogy ez veletek előforduljon. A szabadság valójában nem más, mint két szó, az igen és a nem közötti választás. Mindig e között a két szó között. És persze attól, hogy mennyire vagy képes kiállni a véleményed a választásod mellett. Arthur Miller egy drámájának végén záró gondolatként azt mondja az egyik szereplő, hogy talán az a bajunk, hogy irtózunk a 100%-tól. Megelégszünk 50%-os szerelmekkel, 80%-os munkával, 60%-os hittel. Az életünket sokszor nem éljük meg a maga teljességében. Mindig hagyunk valami kis kaput, amin keresztül elosonhatunk. Úgy gondolom, hogy ez nagyon sokszor így van. A 100% tényleg lehet ijesztő. Odaadni magunkat, kiállni, mellé állni, felvállalni, erre nem mindig vagyunk képesek. De érdemes-e vajon az 50-60-70% langyosságában élni? Érdemes-e úgy élni, hogy az ember állandóan azzal van elfoglalva, hogy megkímélje saját magát? Ezekre a kérdésekre felnőttként már választ kell adnunk, már választ kell adnotok. Kedves szülők! Kívülről időnként úgy látszik, hogy hagyjuk, hogy a gyerekeink kihasználjanak bennünket. Elnyűvik az idegeinket, kifárasztanak, kisajátítják az életünket. Szülőként viszont tudjuk, hogy belülről ez egyáltalán nem így néz ki. Mert szülőként mindezeket önként és természetesen adjuk. Mert az az életünk, hogy átadunk energiát, pénzt, tudást, szeretetet, időt. Mindent, amink van. És a gyerekünk fejlődésében, a felnőtté válásában látjuk viszont mindezt. Benne látjuk a meséléssel töltött időt, a közös programokat, a felkérdezett verseket, az újra és újra elmagyarázott matematika példákat. Amikor végignézzük rajtuk így a középiskola végén, ott láthatjuk minden erőfeszítésünket. Minden ott van, semmi nem tűnt el. Ők belőlünk lettek, és minél többet adtunk nekik, magunkból annál többek lettek. Kedves ballagóink, számtalanszor voltunk büszkék rátok az elmúlt 4-5 évben. Megszámlálhatatlanul sok, kiemelkedő versenyeredménnyel, nyelvvizsgával, rendezvényen való részvétellel is nektek, amikor kiléptek az iskolából. Az összetartozás, a ragaszkodás erejét. Kívánom nektek, hogy legyen kitartásotok a hétköznapokhoz.
Legyen biztos érzéketek a dolgok fontossági sorrendjének felismeréséhez, legyen erőtök a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz. Ne csak átfussatok az életen, hanem vegyétek észre az apró örömöket is. És ha kevés az erő, kevés. Engedjék meg, hogy ide magam mellé szólítsam a diákok három jelöltjét, akikre a tantestület szavazott. A 12. A osztály jelöltje Nagy Luca volt. A 13. B osztály jelöltje Zsupin Krisztián, és a 13. C osztály jelöltje Szabó Szandra. Szeretném elsőként is nekik a Belzevici Szakközépiskola és Szakiskola kiváló diákja, Zsupin Krisztián, 13. B osztályos tanuló. Kérem igazgató asszony, adják. Kovács Martin, 13. B-osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményét és kiemelkedő. Lehet, hogy gyenge néha még a hangunk. Lehet, hogy léptünk még bizonytalan. De indulunk, a szépet, jót akarjuk. És érezzük, hogy hitünknek szárnya van.